Sziasztok, Froner Fecó vagyok, és most megmutatom a mocskos telefontitkaimat. Melyiket? Hatodikat? Harmadikat? Hát, intim, de felolvasom. Olvassam? Nagyon jó volt a tegnap este, iszonyatosan nagy d***od van. Ja, nem volt, nem volt! Viccelek! Nem lehet, mondj egy másik számot. 1, 2, 3, 4, 5. Maradjon az előző. Hú, nagyon izzasztó! Hú. Nem, nézd, mondj egy másik számot. Ez a Balástól van. Hello, srác, figyelj, mindig is példaképpen maradsz, és majd jövő héten ugorjunk össze létsz egy talira. Puszi, Bazsi. Elhittett! Elhittett mi? Megmutat. Gyerekek, ezt nem tudom bemutatni, b***i. Jó, ezt bemutatom. Annyi, hogy hello, srác, figyelj, nekem ez a hét egy kicsit rohanós, mert rócson vagyok a rádióval, de jövő héten már tök jó talizhatunk. Kis emújékat vedd le, vici, mert... ez főszerkesztő hölgy lesz. Küldöm, pillanat. Jó, igen, azt majd kimagyarázom. Hagyjam a következőt. Van egy fecós párnám, és azzal csináltam egy közös szelfit. Tegnap este. Fú, teszik ki. Ami nem vagyok egó. Jó, még valami? Ez a joyos jelenlés, azt leskinshotoltam, ez egy kicsit marketing, igen. És egy utalásos dolog, hogy el kell utalnom pénzt majd erre a számára. De ezt igen. A Google-on? Nem tudom, hogy kell visszakeresni. Régi a telefonom. Hogy lehet visszakeresni? Ez nem csak a laptopon van? Ó, hát ez nagyon jó. A Gleda étterem, Gleda étterem. Egyben egy reklám. Mindenkinek ajánlom. Egy tenisz után, egy tenisz előtt, tenisz közben. Bármi van, ha tenisz ezzel, Gleda. Ezer éve ide járok. Csak mondom, csak megnéztem, hogy biztos-e. Úristen. Remélem, azt nem fogja kiadni. Na, akkor mutatom. Első. Blackos. Az most ő nagyon megy. Jákob Zoli. Dancsó, ez igazából dancsós videó. Ezt azért szeretném elmagyarázni, mert a kollégáim néznek ilyen videókat. És akkor egyszerűen mutatta a kollégám, hogy úgy vannak ilyen prankek, hogy valaki megy így a Central Parkba, és akkor úgy van egy ilyen gép, ami megnyom, és akkor mint egy ilyen szervezés lenne. És ebből ezt elkezdtem nézni elég sokat, és azáltal szerintem az algoritmus berakta. De ezt a kollégáim tehetnek róla, nem én. Ezt dolgoztam a Starban, Starban is szerintem azért, úgyhogy ezek ez korrekt. Vállalható dolgok, én nem vagyok ez a vállalhatatlan figura. Egy haj. Még egy haj. Egy kimarad, és még egy haj. Amúgy tényleg nekem a lementve szinte csak hajak vannak, ez bátran vállalom. Tehát én erre használom. Szerintem fontos az, hogy az Instagramot arra használjuk, amire kell. Néha ilyen fingós videók, néha hajas videók, hát ez ilyen. Magamra. Luxus fizetéses cikket, azt nem szeretem, mert az scam. Azt nem szeretem azt a luxus fizetéses cikket, mert az nem egy valid sztori. És az ki lett forgatva, ki lett ilyen rapidul számolva, és ezt ki lehet közölve, azt utálom, azt a cikket, azt gyűlölöm.
Be az Instagramosat voltam, hogy a Pedro Pascal fel hajazok, hogy megirigyelni a Pedro Pascal a intim műtétest, azt nem. Oh, igen, ezt típem ezt a cikket, ez arról szól, hogy na egy ilyen stílusos férfi, Fronel Fecó tennapi esti szettjét még a hollywoodi sztárok is megirigyelhetnék. Ezt csípem ezt a cikket, ez vagány. És csaszi. Nem volt gáz. Semmi. A fingós volt, de az, fú, az annyit néztem most, csak néztem, hogy szakadt a rög, és az emberek mit szólnak, egyik megtapsolja, a másik kicsi elfut. Aztán csíptem. A kollégáim tehetnek róla, nem én.